A világ és ezt a pillanatot nem szalhatjuk el. Most már elég a világkereskedelemből, hiszen ha összeomlott egy torony, meg még egy torony, ott összeomlott a világkereskedelem, mi a fenének állunk alá? A saját dolgunkkal törődjünk, a helyi gazdaságra koncentráljunk. Szinte nulla a kamat, és pénzedetnek a gazdaságban. Nálunk tort ül a pénzügyi közösség az elviselhetetlen kamatszinttel és a pénzelvonással. Nekünk ezt a tort nem szabad végig megvárnunk az asztalon. Tudniuk kell, 11 bank egyik óráról a másikra megtagadta a szerződéses kötelezettségét, és megtagadta Magyarország finanszírozását. Ezzel egy olyan teremben lökött bennünket, ahol a valuta alatt hitele vár, hogy majd ennek a hitelnek a fedezetéül felajánljuk, amíg megmaradt közvagyon. Hát ezt nem várhatjuk meg, hogy végrehajtsák rajtunk. Társágban halljuk, és az új készülődő kormány szemtörgeti a jövedelemszivattyút, elveszi a béreket, a családok apró pénzét, a nyugdíjasokért, és ismét beveti a pénzt, mint tömegpusztító fegyver. Ebből elég. Mit kell tennünk? Hiszen mi minden héten. Ezek után csak szerény ajánlásokat szeretnék említeni. Alakítsunk közösségeket. A deviza alapú hitelek szenvedői találják meg egymást. Kérem az ügyvédeket, a jogtudókat, a pénzhöz némileg értőket, készítsenek típusbeadványokat, 500 ezeren pedig, vagy 200 ezeren, vagy 300 ezeren. Készítsenek beadványokat, írják meg a fogyasztóvédelemnek, a versenyhivatalnak, a kormánynak, az országgyűlésnek, és egyenként küldjék el mindezt, akár kézben, akár postán, akár elektronikusan. Tegyék lehetetlenni ennek a kormánynak a működését ezekkel a beadványokkal. Követeljék meg, hogy a közpénz ne lehessen tolvajbankokra bízni. Az államkincstár kezelje az ország pénzét, és vegyék vissza a bankoknál kezelt állami pénzt. Követeljék meg, hogy a magánnyugdíjat ismét tegyék az állam kezébe, a kötelező magánnyugdíjakat. Tavaly 600 milliárd forintot tüntettek el a külföldi tőzsdéket, a spekulánsok az előtt nyugdíjából. Most a hajnali kormány 600 milliárdot akar önöktől elvenni az egyensúly keresése jegyében. Az a hajnali kormány, amely olyan egyensúlyt keres, amely ezek a mérlegel, amit küldött, nem is létezik. Az alkotmány szerint kellene, hogy államháztartási mérleget készítsen, de ilyen nincs. Nem is készít, csak kárpítja önöket. Hát a jogászok megkérdőjelenti a tudásukat, és a támadják meg hivatalkaikat az összes állami intézmény. És végül, önöknek módja van saját maguknak a fizetőeszközt megteremteni. Higgyék el, a pénz nem banki kategória. Azt a társadalom is létrehozhatja, és egymás között használhatja. Megvan a jogi alap, megvan a gazdasági alap. Nézzenek körül, a világban számos példa segít önöknek, hogyan kell ezt csinálni. Alakítsanak fogyasztási és értékesítő szövetkezeteket, szerződjenek az áruházakkal, a magyar tulajdonú áruházakkal, azért, hogy
hogy a belső gazdaságot az államtól függetlenül is megpróbáljuk felépíteni. Igen, új választás, úgy a 19 pontra szintén igen, új alkotmányozás, de ne felejtjék. Házról házra házalva hozzuk haza a hazát. Köszönöm.